Szenes Andrea műsora. Ismerőseink. Politikusok, közéleti személyiségek. Úgy, ahogy máskor nem. Egy kicsit közelebbről. Magyarország beszélget. Szenes Andreával. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim, Szenes Andrea vagyok. Mai vendégem dr. Martonyi János, Magyarország külügyminisztere, az Európa Tanács elnöke 1998. novemberétől fél éven keresztül. Nemzetközi jogász, egyetemi tanár, a világ számos egyetemén vendégprofesszor. A mostani kormánynak ő az egyetlen olyan tagja, aki 1989-től a német kormány alatt privatizációs kormánybiztos és miniszterhelyettes volt, 1990-től pedig államtitkárként dolgozott. Szeretettel üdvözlöm a stúdióban. Köszönöm szépen, nagyon örülök. Ön ugye a német kormány alatt miniszterhelyettes, illetve privatizációs kormánybiztos volt, az Antal Boros kormány alatt államtitkár, az Orbán kormány alatt pedig külügyminiszter. Mi a benyomása, illetve személyes tapasztalata, hogy az egyes személyiségek határozzák meg inkább a munkát, vagy pedig a politikai irányvonalak? Én azt hiszem, hogy a személyiségeknek általában véve nagyon nagy szerepük van a történelemben, és nagyon nagy szerepük van a politikában, tehát a mindennapi politikában is. Az egy nagy kérdés, hogy a személyiségek formálják-e jobban, erőteljesebben a politikai irányvonalakat, filozófiákat, ha úgy tetszik, vagy pedig ezek az ideológiák, filozófiák, politikai célkitűzések formálják erősebben őket. A válasz azt hiszem, hogy kettős, tehát mind a kettő hat egymásra. Mennyiben volt más együtt dolgozni Antal Józseffel vagy Németh Miklóssal, mint most Orbán Viktorral? Igen, hát ez egy nagyon jó megközelítés, azt hiszem. Németh Miklóssal személyesen én keveset találkoztam, tehát ugye 10 hónapig voltam kormánybiztos. Megyesi Péterrel dolgoztunk elsőben együtt, egy-két kormányülésen jelen voltam. Ismertem egyébként Németh Miklóst különben, de mondjuk munkakapcsolatban keveset voltunk. Azt jól lehet érzékelni, hogy például mi a különbség Antal József és Orbán Viktor között. És hát ez a különbség, ez azt hiszem elég egyszerűen megfogalmazható, ez a különbség, ez mondjuk legalábbis 30 év. Hát azért ez egy nagy különbség, ez két különböző korszak, ez két különböző kultúra, két különböző viselkedési stílus. Ugyanakkor, hát én azt hiszem, hogy az értékek tekintetében meg hihetetlenül közel áll a kettő egymáshoz. Itt jó megfigyelni azt, hogy van egy értékrend, van egy filozófia, ami nagyon közel állhat egymáshoz, de eltérő személyiségek ezt másként jelenítik meg. Tehát Antal József ugye egy ilyen régi típusú úriember volt minden szempontból, egy nagyon udvarias ember volt, visszafogott, egy rendkívül szerény egyéniség volt, ugye hát ezért mosolyogtam én akkor is mindig, hogy mondjuk felvetődtek ezek az elképzelések, hogy gőg, arrogancia, ez volt talán a legabszurdabb kifogás vagy vád vele szemben, de én most nem erről akarok beszélni. Ugye ő neki megvolt a maga sajátos egyénisége. Sokan mondták róla, és ez igaz, hogy nem mozgott igazán otthonosan a tömegdemokráciában. Tehát nem volt televíziós személyiség, nem tudott úgy beszélni, hogy ez százezreknek vagy millióknak azonnal megragadja a képzeletét. Nagyon jól tudott úgy beszélni, hogy ez 30-40-50 embernek lelkesítő legyen, vagy akár 500-nak is, de nem igazán a 20. század végének a tömegdemokráciájára született politikus volt ő. Ezzel szemben Orbán Viktor az. Ahogy két gólt rúg New Yorkban, és az esőbe, sárba, pályára vonul, szinte szétszedik ott az egyszerű egyébként kékgalléros amerikai magyarok. De hát lehetne sorolni, ugye, ahogy megjelenik egy választási gyűlésen, ahogy beszél az emberekhöz, ahogy beszél a Batthyány professzorokhoz, beszél a Polgári Együttműködés Egyesületéhez, de mondjuk beszél egy kis faluba az ott összegyűlt emberekhöz, vérbeli politikus, szóval ez tagadhatatlan. Itt már van tervezés, itt már van elképzelés a megjelenítésre, van egy nagyon, nagyon átgondolt kommunikációs stratégia,
Tehát visszatérve a lényegre, hasonló értékrendet, hasonló elkötelezettséget, hasonló felelősségérzetet, végső soron meglehetősen más formában jelenít meg két különböző ember, akit egymástól 30 év, és még azt is merném mondani, bizonyos szempontból egy világ választ el. Politikus egyéniségekről beszélünk. Ön igencsak jellegzetes arc a magyar politikai palettán, tehát nagy bajuszával és jellegzetes arcával. Ha jól tudom, akkor 30 éves kora körül növesztette ezt a bajuszt. Mi vitte rá? De ezt honnan tudja? Készültem. Mert itt olyan titkok derülnek, hogy most már elkezdek félni a további beszélgetéstől, de valóban ez igaz, ez történt, hogy én egy rövid időszaktól eltekintve, tudnélik egyetemista koromban, azt hiszem harmadéves koromban növesztettem bajuszt és szakált, de akkor azt a teljes, akkor még ha nem is tiltott, de mondjuk a legkevésbé sem támogatott szakált, ezt viseltem egy 4-5 hónapig, de akkor az elég sok gondot okozott. Szegény édesapám kért mindig, hogy vágjam le, akkor ennek lehetett még elvileg egy politikai üzenetet is tulajdonítani, ez mondjuk volt 1964-ben. Nos, ezt akkor levágtam, ettől kezdve szörtelen voltam évekig, és valóban 30 éves koromban neveztettem bajuszt, és egy ilyen kis szakált, ezt a kis száj körüli körszakált, ami aztán nem bizonyult a legszerencsésebbnek. Egyébként az esküvői fényképemben ez van még, és a bajusz megmaradt. Bajusz megmaradt, bár volt ennél nagyobb is, csak most már visszafogom magam, és nem akarom azért Salvador Dali módjára fölpörgetni teljesen a szememig, mert azért az mégiscsak különös volna. Említette édesapját. Milyen hagyományokkal rendelkező családba született? Hát ez egy polgári család volt. Kolozsváron? Kolozsváron csak azért születtem, mert az édesapámat akkor oda helyezték, tehát mi nem vagyunk erdélyi család, ez egy gyakori félreértés. A francia Európa miniszter egyébként meg is kérdezte tőlem, hogy akkor ugyebár én román vagyok, mondtam, hogy szívesen lennék román is, én ebben nem tartok semmi különöset, de hát nem vagyok román, ez az igazság. Az édesapámat oda helyezték a bécsi döntés után, akkor ő ott közigazgatási jogot tanított a kolozsvári egyetemen, és hát történetesen az egyik nővérem és én ott születtünk, mert hiszen akkor éppen ott voltunk, ugye én 44 tavaszán születtem ott, de hát olyan túl hosszú ideig nem maradtam ott, 4-5 hónapot töltöttem Kolozsváron, és hát akkor aztán végül is úgy döntöttem, hogy távozom, és ez akkor meg is történt augusztusban. Egyébként a család az egy ilyen úgynevezett honorációr család, ami azt jelenti, hogy értelmiségiek voltak, apám még egyértelműen visszamenőleg az ő édesapja azért nagyon híres hídépítő mérnök volt, különben győriek voltak, és apám már jogot végzett, egyébként az őrcse is jogot végzett, és hát ő aztán, mint kiderül az eddigiekből, közigazgatási jognak a professzora lett Kolozsváron, akkor a Kolozsvári Egyetem átkerült, hát idézőjelbe téve Szegedre, és ő már 45 őszén, 45 szeptemberében már leköltözött Szegedre, és akkor ott elkezdte az oktatást. És minket akkor utána vittek, olyan 46-47 körül, attól kezdve. Én voltak éppen szegedinek számítok, tudnélik ott éltem egészen 24 éves koromig. Azt mondják, hogy rossz gyerek volt, de jó tanuló. Hát voltak velem gondok. Mik? Hát magatartási agyam az valóban időnként elég rosszul alakult. Miket csinált? Hát érdekes volt az egész kor. Én azt hiszem, hogy itt nem elsősorban én rólam van szó. Szóval ez a generáció, amelyik a háború utolsó éveiben, vagy akár azt követő években született, az 50-es években volt kisgyerek, ugye az akkori idők minden feszültségével együtt, és amikor ez a generáció serdülő lett, tehát 12-13-14 éves lett, először ugye átéltük ott 56-ot. És ezáltal egy rendkívül erős ellenérzés alakult ki bennünk minden fennálló renddel szemben. És azt hiszem, hogy a mi serdülőkori lázadásainkban, feszültségeinkben, verekedéseinkben ez is benne volt. Tehát az,
hogy én, ha jól emlékszem, nem akarom persze visszavetíteni a mai gondolataimat, de ha jól emlékszem, én akkor mindennel szemben álltam. Lázadásból kezdett zenét tanulni is? Hát ez is egy érdekes dolog volt, hogy ugye elkezdtem 13-14 éves koromban trombitázni, és akkor azt hittem, hogy ez egy nagyszerű dolog, és én ezt fogom csinálni. És amikor közeledett a középiskola, ugye második része, akkor még az is fölmerült bennem, hogy hát én majd valahogy a kettőt együtt fogom csinálni. Tehát zenélni is fogok, és amellett járok egyetemre. Akkor miért ne járjak jogra, mert hiszen a jog mellett talán könnyebben lehet zenélni. És ma már nem szokott trombitálni? Nem, egyáltalán. Ez kérdezte a bevezetőben, hogy mi az, amiről nem kellene beszélnem. Erről is szívesen beszélek, de azért ez egy fájó pont. Tudnélik, 18 éves koromban leérettségiztem, és előtte kb. Egy-két hónappal abba hagytam a trombitázást, de úgy hagytam abba, hogy egyszer mindenkorra, tehát nem volt átmenet, egyszerűen abba hagytam. Hogy miért, ez egy nagyon bonyolult dolog. Valószínűleg nem voltam igazán tehetséges, ez az első, gondolom én. Másrészt pedig nem tudom, volt akkor egy ilyen hátfájásom, trombitának tulajdonítottam feltetően tévesen. Lényeg az, hogy ez akkor úgy abba maradt, utána elindult az egyetem, és akkor az egész az úgy elszállt, elrepült. Tehát időnként ugyanaztán később, évekkel később kézbe vettem a hangszer, de hát ugye a trombitához száj kell, azt tudjuk, hogy ez nem olyan, mint az zongora, az ember 15 év után leül és elkezd játszani. Ahhoz kell egy bizonyos szájállapot, ha ez nincs meg, akkor nem lehet trombitázni, úgyhogy én már nem tudok trombitázni. Hogyan folytatódott a pálya aztán a jogi egyetem után? Hát akkor Szegeden maradtam, még körülbelül két és fél évig ügyvédjelölt voltam. Az egy csodálatos, nagyszerű időszak volt, de hát azért végül is eljöttem. Túl jól éreztem magam ahhoz, hogy ott maradjak. Akkor attól tartok, hogy kevesebb idő maradt volna mondjuk a tudományra, vagy egyáltalán az önképzésre, tanulásra, hogyha ott maradok. Ismétlem, túl jól éreztem magam. Maga mindig vált, ha valahol túl jól érzi magát? Ezt én így nem fogalmaztam meg soha magamnak, de lehet, hogy ez a legjobb formula. Bár ezt hallottam gyerekkoromban is, az egyik barátomnak az édesapja mondta, hogy gyerekek mindig akkor kell eljönni egy mulatságból, vagy bálból, vagy buliról, amikor a legjobban érzitek magatokat, tehát akkor kell ott hagyni. Hát ez persze akkor soha nem hagyja az ember ott, de ez egy más kérdés. De az biztos, hogy a dolgokat talán tényleg szerencsésebb akkor ott hagyni, nem is ott hagyni, hanem akkor tovább lépni, amikor jól mennek. Na most én nem azért léptem túl eddig a korábbi korszakaimon, mert ezt fölismertem volna, hát ez nyilvánvaló nevetséges lenne, hanem nyilván azért, mert a külső körülmények úgy alakultak, tehát kaptam egy ajánlatot, amit aztán ugye elfogadtam. Ez valóban sokszor előfordult, hogy minden megfelelt, na jó volt, és akkor valaki azt mondta, hogy igen, most menjek ide. És akkor gondolkodtam, vagy mentem, vagy nem mentem. De ezek az impulzusok mindig kívülről jöttek. Tehát én soha életemben nem kértem semmit senkitől. Jött egy lehetőség, jött egy ajánlat, válaszolni kellett, és akkor általában, mondjuk többségben azt mondtam, hogy igen. Tehát mi jött akkor Szeged után? Hát ez talán pont nem erősíti a szabályt. Szeged után az jött, hogy én már az egyetem után úgy voltam vele, hogy Budapestre kellene menni, mert nemzetközi magánjoggal, nemzetközi kereskedelmi joggal akartam foglalkozni, tehát volt ennek egy szakmai oldala. Na most nemzetközi magánjoggal, kereskedelmi joggal foglalkozni, de még akár csak kereskedelmi joggal is foglalkozni Szegeden nem lehetett volna akkor. Ma már biztos lehetne, akkor ez lehetetlen volt. Tehát világos volt, hogy ha én valóban ezt akarom csinálni, az akkori kategóriák szerint a külkereskedelemben akarok dolgozni, vagy a külkereskedelmi joggal akarok foglalkozni, akkor ezzel kell költözni Budapestre, és aztán meglátjuk. És közben meg is nősült, nem? Szakállasan nősültem, 31 éves koromban. És a házasulás hogyan befolyásolta a pályáját? Hát ez most nagyon amerikaiasan hangzik, de mondjuk a házasságom tényleg nagyon jól sikerült, és ha befolyásolta a pályámat, akkor talán rögtön, nem később, nagyon nagy mértékben befolyásolta a pályámat, mert mondjuk tényleg egy olyan érzelmi hátteret adott később a gyerekekkel együtt, ami szerintem egy ember életében döntő.
nem akarok elérzékenyülni, mert ez talán nem a műsor sajátja, de tény az, hogy és ez megint csak nem egy eredeti gondolat, hogy ahhoz, hogy az ember sokat tudjon dolgozni, teljesíteni tudjon, ahhoz kell egy eléggé szilárd családi, emberi, érzelmi háttér. És ezt hála Istennek azt hiszem, hogy ezt megkaptam. Két gyerekük lett, ha jól tudom. Igen, és különösen a két gyerekkel a kapcsolatunk annyira jól alakult, hogy szinte az egyik probléma idézőjelbe téve ma az, hogy négy felnőtt él együtt, és túl jól érzik magukat. Tehát ez egy más modell, mint a gyerekekkel együtt élni. Annak megvan a maga rendszere. Na most felnőttként együtt élni, az egy fiam most már 23 éves múlt, a lány 21 éves, tehát ezek felnőttek. És felnőttként együtt élni, ez egy más minőség. És tanulnak még? Egyik igen, másik már dolgozik. De ez, ha ez jól megy, akkor ez egy csodálatosan jó dolog. Terjed a világban, éppen múltkor beszélgettem különböző nyugat-európai kollégákkal erről. Több példa van erre, hogy felnőtt gyerekek együtt maradnak a szülőkkel. Biztos, hogy van ennek talán negatív oldala is, ezt én még nem érzékeltem. Ez ma lehet, hogy terjed a világ, ugye később nősülnek, vagy később mennek férjhez a fiatalok. Én ezt így most, ahogy ez jelenleg működik, valószínűleg nem tart hosszú ideig, ezt egy nagyszerű modellnek tartom. Kötelező kérdés, a politikával hogyan került kapcsolatba? Hát az első találkozásom az 1956-ban volt, amikor 12 és fél éves voltam, és Szegeden laktunk. Korábbi élményeimet azt most nem mesélem, de ugye ezt a 22. október 22. diákgyűlést, ahova a édesapám elvitt kézenfogva, mint hát egy ilyen serdülőkor elején lévő fiúcskát, ezt én soha nem fogom elfelejteni. Szóval a mai napig szinte a szagokat is érzem. Tehát ahogy ott a egyetemisták be voltak zsúfolódva, ugye akkor a lengyel szolidaritás kapcsán került sor erre a találkozóra. Egy részét értettem, nagy részét nem értettem persze, amit hallottam, de hát ekkor találkoztam először a politikával, aztán együtt hallgattuk végig a erőbeszédet, akkor apám mondta, hogy fiam, menjünk haza, mert itt egy nagyon nagy botrány lesz, az akkor már ugye érezhető volt. Na most ugye Szegeden nem voltak igazán fegyveres harcok, egy ember halt meg, de az éppen egy 15-20 méterre tőlem, mert elszöktünk az iskolából egy barátommal, akiből egyébként később Szegednek a fideszes polgármestere lett, de ez egy másik történet, és előfurakodtunk a fal mellett egészen a tömeg elejére, és ott dördült el a lövés, úgyhogy egész közel volt az esemény hozzánk, persze menekültünk, szaladtunk. Az egészet átéltem nagyon intenzíven, ezt a 12 napot, minden napra emlékszem, pontosan tudom, mi történt, olvastam az újságokat, tehát ez volt az első találkozás, na, akkor utána egy hosszú-hosszú szünet, és valójában hát a rendszerváltozás persze engem rettenetesen érdekelt, megkövettem, meg egy csomó baráti ismerősi kapcsolaton keresztül azért tudtam, hogy mi a helyzet, de én nem lettem politikus, tehát én 90-ben sem lettem politikus, mert az, 89-ben lépett be a pártba. 88-ban léptem be a pártba, de hát nyilván nem politikai megfontolásokból léptem be, 88 elején léptem be, hát ugye ez egy olyan kérdés, amit szintén mondhattam volna, hogy ne beszéljünk róla, de ugye hát én körülbelül úgy léptem be, mint ahogy volt az a régi vicc, amikor megkérdezik mondjuk így Kovács urat, vagy Schwarz bácsit, teljesen mindegy, hogy hát nem voltál ott az utolsó pártaggyűlésen, mi volt. És akkor a válasz az, hogyha tudtam volna, hogy az utolsó, akkor elmentem volna. Nos, hát az én esetemben körülbelül ez történt, hogy majdnem az utolsóra elmentem, lehet, hogy még volt utána is, és akkor azon föl is vettek. De 89-90-ben sem kezdtem el politizálni igazán, mert hiszen persze, hát végül is a munkája az embernek szorosan összefüggött a dolga, mondjuk privatizációs kormánybiztossá kineveztetni két vagy három héttel a Nagy Imre temetés után, világos, hogy egy nagy politika jelentőségi dolog, és hát rögtön az első interjúimban én rögtön azt mondtam, hogy igen, itt privatizálni kell, mert meg kell változtatni a gazdasági politikai rendszert. Tehát kettő közötti összefüggés teljesen egyértelmű volt számomra, és azt hiszem mások számára is. Tehát nem egy kis technikai ügy volt ez, hogy na most akkor próbáljuk meg az állami vállalatokat egy kicsit magánosítani, hanem világosan tudtuk azt, hogy ha itt valódi piacgazdaságot és demokráciát akarunk,
akkor ehhez a magántulajdont uralkodóvá kell tenni. És ehhez pedig privatizálni kell. Így vagy úgy, ilyen vagy olyan technikával ezt kellett kidolgozni, de privatizálni kell. Tehát volt ennek egy nagyon mély politikai töltése, ideológiai töltése, de az én munkám az lényegében az volt, hogy akkor ezt készítsük elő intézményi jogi szempontból. Hát ez tartott 10 hónapig, utána közigazgatási államtitkár lettem. Most a közigazgatási államtitkár, hát az ugye minden norma és szabály szerint egy politikamentes poszt, politikai semlegességet igényel. Következésképpen aktív politizálásba akkor sem kezdtem, az egy más dolog, hogy a politikai rokon szemvem nekem mindig hát ehhez az oldalhoz engem mindig ehhez az oldalhoz kapcsolt erőteljesebben, tehát én alapvetően Antal Józseffel értettem egyet, és ha úgy tetszik, az ő köréhez tartoztam. Átkerültem a külügyminisztériumba 91 legvégén, hát ott is közigazgatási államtitkár voltam. Az is igaz, hogy a külügyminisztériumban már minden egy kicsit politika. Tehát ott már elválasztani azt, hogy most mi a politika és mi az igazgatás, azt már nem nagyon lehet. Ezzel együtt én azt hiszem, hogy mondjuk akkor se vállaltam kifelé aktív politikai szerepet. Ez inkább 94 után kezdődött. Tehát amikor én eljöttem, azzal a szándékkal jöttem el, hogy én soha többet állami tisztviselő, akármilyen rangban, tisztségben, minőségben, de nem leszek. És egyébként évtizedek óta az volt a vágyam, hogy lehessek én egy nemzetközi nagy ügyekkel foglalkozó ügyvéd, egy jó komoly ügyvéd irodában, lehetőleg nemzetközi jellegű irodában, és lehessek én egy egyetemi oktató, aki foglalkozik a diákokkal, egy kicsit foglalkozik elmélettel is, gyakorlattal, elmélettel egyszerre, a kettőt megpróbálja egymással megtermékenyíteni, és nyugodtan, boldogan él. Körülbelül ez volt a nagy vágyam. Ez 94-től meg is valósult. Ez meg is történt, ez 94-től 98-ig megtörtént, ezt csak azért mondtam el, mert valóban nem állott szándékomban, 94-ben a legkevésbé sem állott szándékomban, 98-ban, vagy akár 2002-ben visszatérni. Tehát ez akkor egy teljesen egyértelmű elhatározás volt. Adódna ugye a következő kérdés, hogy akkor miért kezdtem el politizálni. Hát ez olyan nagyon, hogy mondjam, spontán folyamat volt. Jártam ebbe a bizonyos Fidesz szalomba, amiről most már többen beszélnek. Ez nem volt egy abszolút, hogy mondjam, szóval nem volt egy egyértelmű politikai összejövetel. Itt emberek találkoztak, beszélgettek politikáról is. Akkor tehát olyan pletykákat is lehetett hallani, hogy még a választások előtt voltunk, ugye, hogy Orbán Viktor úgy gondolja, hogy ha Fidesz megnyerné a választásokat, akkor ő önt gondolná miniszterelnöknek, vagy akkor tehát saját magáról még azt gondolta esetleg, hogy túl fiatal lenne a miniszterelnökséghez. 94 őszén vagy 95 tavaszán merülhetett az föl Orbán Viktorban, Fidesz vezetőiben, hogy hát kellene egy miniszterelnök jelölt, aki egy kicsit egyesíteni tudja az akkor ugye még külön-külön működő úgymond polgári pártokat, és lehet, hogy ekkor én eszükbe jutottam. Hallottam időnként úgy félfüllel, hogy az Orbán Viktornak van egy ilyen ötlete, gondolata. Én a leghatározottabban mondtam akkor is, hogy ez egy óriási tévedés, és ez nem jó gondolat. Az én véleményem mögött egy politikai, filozófiai meggyőződés is állott, aminek az a lényege, hogy a polgári demokráciákban a vezető politikai szerepet, mondjuk a miniszterelnököt feltétlenül, azt hivatásos politikusnak politikai felelősséggel kell ellátnia. Tehát az egy más dolog, hogy Olaszországban mondjuk nem tudom hányadszor megbukik a kormány, és kell 6 hónapra egy ügyvezető kormány, és akkor keresnek egy professzort vagy bárkit, és azt mondják, hogy na 5-6 hónapig csinált te, gesztoráld a dolgokat, addig, amíg itt a dolgok rendben nem jönnek. De mi nem ebben az állapotban vagyunk. Nálunk szerencsére, hála Istennek, minden kormány szépen kiszolgálja
hivatal idejét, 4 évet, utána jön egy következő kormány, de mindig politikai felelősséggel kell ezt csinálni. Tehát én nekem akkor is ott a véleményem, hogy nem, ez nem jó gondolat, itt nem technokrata, itt nem szakértő miniszterelnökkel, itt politikus miniszterelnökkel, és 94 nyarán őszén is az volt a nagyon határozott véleményem, hogy Magyarországon egyetlen egy ember van, aki erre a feladatra alkalmas, minden szempontból is, az pedig nem más, mint Orbán Viktor. Én voltam talán egyike azoknak az első személyeknek, akik ezt kezdettől fogva mondták, a másik két párt felé is. Ugye akkor még együtt volt az MDF, együtt volt a KDNP, még Surján volt az elnök. Én akkor is jeleztem azt baráti körbe bárhol, hogy egyetlen egy személyt lehet itt fölépíteni, és az pedig nem más, mint az Orbán Viktor. Nekem ez volt a véleményem. És emellett ki is tartottam végig. Tehát időnként kaptam egy-egy levelet, hogy mégiscsak meg kéne próbálni engem futtatni. Én mindenkinek nagyon türelmesen elmagyaráztam, hogy ez így nem jó, ez egy rossz gondolat. Itt Orbán Viktort kell fölépíteni miniszterelnök jelöltként. Egyébként hát lehet, hogy sok mindenbe tévedtem én itten az elmúlt 8, 9, 10 vagy 20 év alatt, de hogy ebbe igazam volt, abban nincs kétsége. Szóval politikusnak kell lenni a miniszterelnöknek, politikai felelősséggel, ez a polgári demokráciának, a jól működő polgári demokráciának a lényege. Tudja, hogy ennek a sorozatnak az az alapvonulata, hogy 50 dolog, amit megtehetsz, amikor nincs mit tenni, azaz mit tehetünk életünk nehéz helyzeteiben, amikor látszólag nincs mit tenni. Ön körülbelül 5 évtized birtokában miket tart élete eddigi legnehezebb helyzeteinek? Hát igen, ezen el kellett volna gondolkodnom. Hát a döntés nehéz. Amikor fontos dolgokba dönteni kell, az nehéz, és főleg olyankor, amikor az ember ugye a saját személyes ügyét el kell, hogy döntse. Én hát tulajdonképpen egy ilyenről tudok beszélni. A kislányomról hittük azt köve egy hónapig, hogy nagyon beteg. Egyébként hát a diagnózis, az ideiglenes diagnózis volt téves. Mi volt ez a diagnózis? Az rossz indulatú daganatról beszélt, csontdaganatról. Szövettani vizsgálatot nem végeztek el, mert azt mondták, hogy ezt ki kell venni, és majd annak kapcsán elvégzik a vizsgálatot. Ez meg is történt, a szövettani vizsgálat megállapította, hogy az eredmény negatív, a daganat abszolút jó indulatú volt, eltűnt, elszállt. Tehát az azt megelőző egy hónapos riadalom és félelem az megalapozatlan volt, de azért az egy hónapra emlékszem, szóval az egy más világ volt, egy más. Szóval akkor éreztem azt, hogy valahogy minden más, minden elveszti a jelentőségét, azok a dolgok, amelyek egyébként fontosak, hogy mi történik az irodában, vagy hogy megy a tenisz, vagy mit vacsorázok, szóval olyan mértékben elvesztették a jelentőségüket, hogy akkor értettem meg azt, hogy mit jelent egy ilyen helyzet az ember életében. Persze, hát az embernek a szüleit is nagyon nehéz elveszíteni. Ugye én édesanyámat viszonylag korán elveszítettem, az is egy nagyon nehéz dolog, de azért az más, mint ugye mondjuk a gyerek esetében fölmerül ugyanennek a veszélye. És mit csinált akkor, hogy reagált? Hova fordult? Hát akkor ugye az a hónap az azzal telt el, hogy orvosokkal tárgyaltunk, hogy akkor hogy legyen, mint legyen. Egyébként nem itthon zajlott az egész történet, hanem Belgiumban, mert akkor ott dolgoztam a kereskedelmi képviseleten. És hát az egész lényegében ennek a jegyébe zajlott, hogy akkor mit lehet csinálni. Végül is akkor a műtétre sor került, aztán még egy műtétre, mert ugye azért elég, mondjuk sebészeti szempontból ez egy elég komoly dolog volt, de a lényeg az volt, hogy hát végső soron a félelem az megalapozatlannak bizonyult. És mi volt az ön fejében? Azt mondja, hogy felborult az értékrendje, tehát azok a dolgok, amelyek addig nagyon, de nagyon fontosak voltak, most érdektelenekké váltak. Hát akkor ugye az ember csak ezzel tudott igazán foglalkozni. Persze mondták, hogy dolgozni kell, meg ugye ilyenkor az a helyes, hogy az ember megpróbálja figyelmét elterelni. Biztos, hogy ez egy bizonyos határig működik is,
De hát akkor legalábbis egy ilyen rövid időszakban én arra koncentráltam, hogy akkor ebben a helyzetben akkor tegyünk meg mindent, amit emberileg meg lehet tenni. Tehát én azt hiszem, hogy egy nehéz helyzetben a helyes reakció az, hogy harcolni. Tehát hát mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a helyzetet megoldjuk, amíg az nem válik teljesen befejezetté és véglegessé. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez a küzdőképesség minden emberben megvan. Kérdés az, hogy mennyire hívják ezt ki belőle. De ez mindenben így van különben, nem kell feladni. Szóval dolgokat nem kell feladni. Ami nem jelenti azt, hogy neki kell fejjel rohanni a falnak helyzetben. Én nem vagyok ez az alkat különben. De nem kell feladni. Szóval én azt hiszem, hogy más szempontból is, tehát mondjuk a munka szempontjából is, szakmai álláspontok szempontjából nem kell feladni a dolgokat. Meg kell érteni a másikat, kell egy bizonyos beleérzési képesség, egy empátia, de azért az is fontos, hogy az ember kitartson azok mellett, a gondolatok mellett, amelyeket ő egyébként helyesnek tart. Tehát ez persze egy másik téma már, de kicsit átvezet azért. Itt a nehéz helyzetekben haladva említette, hogy az édesanyja betegségét egészen másként élte meg, mint a gyerekét. Hát az édesanyám nekem gyermekkoromtól kezdve beteg volt, és ez egy tragikus dolog annyiban, hogy ő szívbeteg volt, és 20 évvel vagy 15 évvel korábban élt, mint kellett volna, legalábbis itt Közép- vagy Kelet-Európában. Mert tudnillik, 15-20 évvel később ezt a szervi bajt, ami neki volt, tökéletesen és nagyon egyszerűen és nagyon eredményesen tudták már operálni. Tehát ha ő mondjuk 15 évvel később születik, és ugyanez a betegsége, akkor őt mondjuk 30-40 éves korában megoperálják, és elfelejti az egészet. Valószínűleg ugyanez történt volna akkor is, hogyha ő nem 15 évvel később születik, hanem ugyanakkor születik, amikor született, de az életét valamilyen okból nem az akkori Magyarországon, hanem mondjuk az Egyesült Államokban tölti. Tudnélék, a 40-es, 50-es években már Amerikában úgy hírlik ezt a szervi szívbajt, szintén sikeresen operálták, talán nem olyan nagyon egyszerűen, de minden esetre operálták és sikerrel. Tehát akárha korábban él, akárha máshol él, akkor az ő életét meg lehetett volna nyújtani. 61 éves volt, amikor meghalt, de azt hiszem nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy egy egészen másként tudott volna élni, azt megelőzően 20-30 éven keresztül, hogyha ez a kis hát térbeli vagy időbeli kiigazítás megtörtént volna. Hát ez nem történt meg, ezért ő végig nagyon beteg volt, tehát amikor én középiskolás egyetemista voltam, beteg voltam, ami azt jelentette, hogy hát mondjuk gyerekekre mindig valami nagyobb teher hárult, és hát végül is elvesztettük őt, amit szintén nem volt könnyű átélni, de mondjuk a szülő elvesztése az valóban egy más dolog, mint amikor ugyanez a veszély mondjuk az ember gyerekével kapcsolatban fölmerül. Ez a gondolat, hogyha az édesanyja mondjuk nem itt és akkor él, nem itt Magyarországon, hanem mondjuk az Egyesült Államokban, vihette rá önt, hogy egy olyan pályát válasszon magának, ami sok utazással jár együtt? Ez megint egy érdekes kérdés. Utazásra nem gondoltam, bár az igaz, hogy a 60-as évek értelmiségénél az utazásnak óriási presztízse volt, erre emlékszik azt hiszem az én generációm, amin most egy kicsit úgy mosolygok mindig, mert most még mindig tehernek érzem az utazást. Tehát ugye az akkori időkben egy 3-4-5 napos nyugati utazás az embereknek a státusát és presztízsét is emelte, hát mondjuk ezen túl vagyunk. De annyi az kétségkívül igaz, hogy éppen azért, amit az előbb mondtam, hogy az ember a hivatalos állammal, a hivatalos hatalommal, a hivatalos rendszerrel szemben állt. Az a gondolat mindig megvolt benne, hogy hát azért lehet, hogy egyszer el kell menni, és akkor valami olyan foglalkozás kell, amiből esetleg másutt is meg lehet élni. A tréfás ebben az, hogy ugye a szélesebb családban az én nagynénikéim vagy nagybácsim mindig azt mondták, hogy orvosnak kell lenni, vagy mérnöknek kell lenni. Mert hiszen ezek azok a foglalkozások, amelyek nemzetköziek,
és hát ugye ki tudja, el kell menni, akkor egy orvos az a világon mindenütt orvos, egy mérnök az a világon mindenütt mérnök, hát persze egy jogász, hát az, vagy egy magyar tanár, vagy egy színész, az ugye hát csak itthon tud boldogulni. Hiszen azért mosolygok a mai szemmel, mert hát ugye a mai jog egy annyira nemzetközi foglalkozássá vált, legalábbis bizonyos területeken, mondjuk a büntetőjog nem, de hát ez a nemzetközi gazdasági jog és nemzetközi kereskedelmi jog, hát ez majd tipikusan nemzetközi tevékenység. És az igaz, hogy bennem volt mindig egyfajta olyan törekvés, hogy ki kell tekinteni a világba, persze, tehát olyan dolgot kell tanulni, olyan dologhoz kell érteni, ami azért máshol is megjelenik. És ez azt hiszem, hogy a családi háznak volt a hatása, apám, anyám egyaránt, szóval ők nagyon erősen nyitottak voltak a világra, apám jól beszélt 3 idegen nyelvet, a legnehezebb időkben is ugye hozzájutott azért olvasmányokhoz, vagy akár hallgatta mondjuk a BBC-t, tehát volt egy ilyen erős befolyás, hogy ismerni kell a nyugatot, ismerni kell a világot, föl kell készülni arra, hogy nem leszünk mindig ilyen elzártak. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát mondjuk az édesapám minket járatott 7-8 éves korunktól kezdve angolórára, az egyik nővéremmel jártunk, gyerekek voltunk, hát sokat nem tanultunk, de mégiscsak valamit, de akkor apám azt jelezte, hogy ezt azért az iskolába, ha lehetne, nagyon mondjuk. Tehát ez ma szinte hihetetlennek tűnik, de mondjuk 52-ben, amikor én voltam 8 éves, és jártam mondjuk a Klári nénihez angolórára, akkor hát nem olyan nagyon szigorúan, de azért a szüleim azt jelezték, hogy nem feltétlenül kell erről az iskolában beszélni. Akkor bizonyos szempontból veszélyes is lehetett az, hogy valaki angol órára járt. Ha csak nem kifejezetten kijelölték angol tanulásra, de az akkor egy másik történet volt már. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy ők ezekben az években is nagyon fontosnak tartották azt, hogy nyelvet kell tanulni, kapcsolatot kell tartani a nyugattal. Apám nagyon sokat beszélt, ő egyébként háború előtt Franciaországban is járt egyetemre, tehát mondjuk tényleg meg volt neki az a, hogy mondjam, nyugatosodott háttere, ami akkor kellett, és szerintem ez az én életem egy döntő tényező volt. Szóval ennélkül valószínűleg nem érdekelt volna ennyire a világ, nem érdekeltek volna ennyire a nyelvek, nem érdekeltek volna mondjuk a nemzetközi gazdaságnak, nemzetközi politikának az összefüggései, és így tovább, és így tovább. Ez talán az a döntő tényező. Maradjunk még egy picit a nehéz helyzeteknél, hogy mi volt az, ami önnek segített ezekben a helyzetekben? Hát mikor nagyon nehéz a helyzet, azt hiszem, mikor tényleg nehéz a helyzet, akkor két dolog van. Egyrészt vannak az emberek, tehát a szeretet, és hát az megkerülhetetlen, hogyha a szeretetről beszélünk, és azokról az emberekről, akik igazán fontosak. Van egy következő dimenzió, és hát az valószínűleg erről nem kell részletesen beszélni, de hát az nem kétséges, hogy az az Isten. Tehát kell egyfajta hit, ami meghaladja ezt a világot, meghaladja ezt az emberi környezetet. Az minden esetre érdekes, hogy az ember akkor érzi ezt, most egy szép dolog vagy nem szép dolog, az egy más dolog, de akkor érzi ezt, amikor igazán bajban van. Aztán utána könnyen elfeledkezik róla, ugye, mert akkor túl van rajta, akkor már ugye a mindennapi dolgok lekötik, de az tény, hogy amikor igazán nagy baj van, igazán komoly a helyzet, amikor az élet nagy dolgai történnek, születés, mondjuk gondolok a gyerekeim születésére, halál, szülők elvesztése. Amikor az igazán nagy dolgok történnek, akkor ez megkerülhetetlen, akkor azt hiszem, hogy ez egy döntő dolog, és ez ami az embernek végül is erőt tud adni. És amikor bajban van, nehéz helyzetben van, akkor hogyan szokott Istenhez fordulni? Hát akkor az ember neked eszébe jut, és kvázi kér dolgokat. Ami azt hiszem az a lényeg, és én nem fogalmaztam ezt magamnak soha, de valószínűleg az a lényege, hogy ha kérek valamit, és most nevezhetem ezt imádkozásnak, vagy bármi másnak, de ennek az a lényege, hogy akkor ő abban bízik, hogy ez a kérése, ez a kívánsága, ez az óhaja, ez a vágya, ez teljesül, hiszen különben értelmetlen volna kérni, ugye? Tehát azt hiszem, hogy ez valahogy így működik. És mi volt még olyan nehéz helyzet az életében, amikor ilyen volt?
Soha nem szabad elfelejteni, hogy mindenfajta csalódás, vagy nagyon rossz élmény, idézőjelbe téve nehéz helyzet, vagy szenvedés, azért mindig tanít is, nevel is, és végső soron lehet, hogy hosszú távon valójában kedvez az embernek. Ez most már nagyon filozófikusan hangzik. Ezt mondta nekem egyszer egy hivatali főnök például, hogy hidd el, hogy valami baj ér, akkor annak mindig megvan az előnyös oldala. Ez a bizonyos ugye rövid táv, közép táv, hosszú táv dilemma. Rövid távon az ember katasztrófának érez valamit, borzasztó, elviseletetlen, csapás. Kiderül közép távon, hogy nem is van rossz, éppen lehet, hogy nem is volt ez olyan nagy hátrány. Hosszú távon megkiderül, hogy ez volt a nagy szerencse. Tehát ez most megint, ez filozófia lenne, és visszavezetne egy kicsit a hitvilágába is, de azért az biztos, hogy az idő az egy nagy varázslat. Az talán a legnagyobb varázslat. Na most az, hogy egy bizonyos időtávon aztán hogy alakulnak a dolgok, mi bizonyul jónak, mi bizonyul rossznak, ez egy rejtélyes dolog. Tehát ismétlem, ebben benne van az is, hogy adott esetben egy pillanatnyi kelemetlen élmény, vagy egy nehéz helyzet, az voltaképpen hosszú távon kedvező lesz. Például akkor, hadd kérdezzek konkrétan vissza, például az ő életében szerencsésen oldódott meg a gyerekbetegség, mert kiderült, hogy pozitív. Tehát az ön életében szerencsésen megoldódott, például kérdést. Ennek van valamiféle... Erre szinte már közhelyszerű lehet csak a válasz. Tudnilik, hogy van ennek valami hozama. Egyáltalán akkor jó volt ez. Most független attól, hogy meggyógyult, tehát mondjuk persze, hát így ez jól alakult. De egy dolgot például egy ilyen egy hónap biztos, hogy eredményez. Mondjuk azt, hogy egy apa egy ilyen helyzetben ezt követően valószínűleg jobban fogja szeretni a gyermekét. Na most, ha véletlenül nem így alakul, nem jól alakul, hanem tényleg baj van, akkor is például a szeretetet ez erősíti. Lehet, hogy ennélkül máshogy alakultak volna a dolgok. Nem tudom, nem valószínű, de lehetséges. Tehát mondjuk a legközvetlenebb és legegyszerűbb hatás az, hogyha mondjuk két ember életében, mondjuk egy házaspár életében van egy válság, vagy egy nehézség, egy betegség, most bármi, az formálja az embereket. Tehát lehet, hogy ezután az a házasság jobb lesz, erősebb lesz, biztosabb lesz. Tehát azért mondom, hogy mi a rossz, mi a jó, ezt nem mindig olyan könnyű eldönteni. Az a benyomásom, hogy önt nehezen vagy nehezebb helyzet elé inkább a magánélet, illetve egészség, betegség kérdései állítottál sem, mint a szakmája, legyen az éppen a politika vagy a jog abban az adott helyzetben. Igen, hát mert hogy erről kellett volna beszélnem, hogy adott esetben a politikai életben milyen nehézségek vannak. Politikai életben én olyan borzasztó nagy megpróbáltatásokat eddig még nem éltem át, ami persze egyáltalában nem jelenti azt, hogy ezeket nem fogom a későbbiekbe átélni. De hát például nagyon rossz dolog a kudarc. Az egy rossz dolog. Tehát, hogyha valamit az ember akar, valamit szeretne elérni, és aztán azt nem éri el, akkor az rossz érzés. De én valóban megmondom őszintén, minek utána, ugye eddig én mindig arra törekedtem, hogy tegyem meg azt, amit tudok. Tehát, hogyha van egy szakmai feladat, akkor próbáljam azt megcsinálni úgy, ahogy én azt meg tudom legjobban csinálni. Ha ezt az ember megteszi, akkor megnyugszik. Akkor is megnyugszik, hogyha esetleg a dolog nem lesz igazán sikeres. Tehát ha úgy érzem, hogy valamit rosszul csináltam, tehát nem így kellett volna, hanem úgy kellett volna, az persze már egy rosszabb érzés. Tehát ilyen szempontból szerintem az a leglényegesebb, hogy az ember próbálja kihozni magából azt, ami van, és ezt követően pedig, ha nem sikerül, akkor nem sikerül. Az Európa Tanács elnökeként ugye egy gyönyörű iroda kulcsát is kezébe kapta. Nagyon sok funkciója volt már az életben, ugye volt sikeres nemzetközi jogász, privatizációs kormánybiztos, államtitkár, most külügyminiszter is. Melyik az a funkció, amelyiket a legfontosabbnak tart, illetve amelyikre ugye a legbüszkébb? Tehát, hát hogyha... ez a mostani, ez nem kétséges. Hát az Európa Tanács elnöke? Nem, hát az Európa Tanács elnöke, azért azt ne értékeljük túl. Hát az ugye egyrészt egy pünkösdi királyság, 6 hónapig tart,
Másrészt azért nem egy olyan borzasztó, hogy mondjam, rendkívüli dolog ez, ez egy rotációs rendszer. ABC sorrendben a különböző országok egymás után lesznek elnökök, utánunk Izland következik. Ez egy fontos és jó dolog, különösen ugye a nyilatkozataimban ezt mondom, elég furcsa lenne azt mondani, hogy hát itt van ez az Európa Tanács elnökség, hát ez teljesen érdektelen. Tehát ez egy fontos és jó dolog, de hát azért ez nekem azt jelenti, hogy mondjuk elmegyek kétszer Strasbourgba, az irodába én soha nem fogok bemenni, azt az irodát a strasbourgi nagykövetünk használja, az ő irodája, gyönyörű szép valóban az iroda, de hát az nekem valójában nem igen van közöm. El fogok menni, ha minden jó, megy Szarajevóba, próbálok segíteni a Bosznia-Hercegovina tagságának, és lehetne egy-két dolgot említeni, de hát azért nem ez a foglalkozásom. Az én foglalkozásom az, hogy most magyar külügyminiszter vagyok, szerintem ez eddig messze a legizgalmasabb és a legjobb feladatom. Függetlenül attól, hogy rettetesen élveztem az elmúlt 4 évet, mármint azt a bizonyos 94-től 98-ig terjedő évet ügyvédként, ez nagyszerű volt, na de hát azért ezt a kettőt nem lehet egybevetni. Ez most egy komoly ügy, ezt most szívvel lélekkel kell csinálni, itt nem lehet azt mondani, hogy majd akkor utána mi lesz, az most engem abszolút nem érdekel, hogy mi lesz utána. Eddig mindig érdekelt tudnélik, hogy majd mi lesz utána. Tehát 90-ben is érdekelt, hogy mi lesz utána, 94-ben is érdekelt, hogy mi lesz utána, most nem érdekel, most csak ezzel foglalkozom, és ez mondjuk vitathatatlanul azért egy eléggé nagy falat és komoly dolog, az Európa integrációval kapcsolatban, csatlakozási tárgyalások, minden egyéb, NATO-tagság, Közép-Európa, szóval hát ők ennél többet már nem lehet kívánni, ami a feladatokat illeti. Van megvalósulatlan álma? Azon kívül a trombitáláson kívül? Hát mondjuk ez eddig megvalósulatlan, de én azért abban nagyon bízom, hogy Magyarország tagja lesz ennek az Európai Uniónak, ami önmagában ő még nem dönt el mindent, de én még abban is bízom, hogy Magyarország sikeres és eredményes tagja lesz egy Egyesült Európának. Amit én már valószínűleg nem fog megérni, de hogy ez 30-40-50 év múlva bekövetkezik, az nagyon valószínű. Ezt szeretném én. Lehet, hogy nem következik be, de akkor is ezt szeretném én. A beszélgetés folyamán sokat emlegette a családját, illetve az édesapját. Játszunk egy fantázia játékot, hogyha unokáink is látni fogják idézőjelben, akkor mik azok a tettei, illetve eredményei, amit leginkább szeretne, ha tudnának önről? Már hogy a nagypapa mit csinált? Nagypapa, dédpapa, illetve akár mondhatnánk azt, hogy 100 év múlva, ha emlékeznének önre. Hát nem tudom, hogy mire fognak emlékezni. Mi maradjon meg Martonyi Jánosból? Hát építettünk egy kúriát, ami most nagyon ugye közhelyszerűen hangzik, de hát ez azért valószínűleg megmarad, ha csak nem rombolják le valamilyen okból. Ez a szadai ház, igen, amit... Igen, tehát ebbe gondolom laknak majd az unokák, hogy ezt követően is, hogy aztán hogy egyeznek meg, az egy más dolog, de hát azt hiszem, hogy az meg fog maradni, hogy ezt annak idején a nagypapa, a nagymama csinálták. Ezzel már lényegében biztosítottuk a nevünk fennmaradását. Az állatok addigra nem lesznek, ugye macskák, kutyák azok elpusztulnak korábban, de hát nyilván azoknak is lesznek utódaik, tehát még egyfajta folyamatosság azért itt is lesz. És hát még az sincs kizárva, hogy a gyerekek azt mondják, hogy a nagypapa ugye annak idején talán egy sikeres külügyminiszter volt, aki hát bizonyos szerepet játszott abban, hogy Magyarország beilleszkedett a nyugati országoknak a rendszerébe, akkor abban az időszakban nyugatosodtunk gyorsan, sikerült egy magában bízó, prosperáló országot teremteni, minek következtében mi most ugyanúgy élünk kulturális minden szempontból, mint mondjuk a hollandok vagy az osztrákok. Hát ha ezt is még elmondják, akkor az valószínűleg már sokkal több annál, mint amit az ember remélhet, vagy amire gondolhat. Ön személy szerint mit szeretne? Én úgy gondolkodom, hogy hát addig fogok dolgozni, ameddig erre fizikailag és szellemileg képes vagyok.
Tehát ilyen megközelítésben én még most nagyon fiatalnak tekintem magamat, remélem. Tehát én nagyon bízom abban, hogy nekem van legalább 20-25 év professzionális jövőm még. Következésképpen ez a külügyminiszterség nekem nem életfogytiglan szól. Vagy nem a nyugdíjig szól. Ugye előbb ugyan mondtam azt, hogy most nem foglalkozom azzal, hogy mi lesz azután. Nem is foglalkozom vele, na, de hát azért lesz azután. Tehát ezzel együtt én még azt hiszem, nagyon sok mindent tudok csinálni. Tehát adott esetben még vissza is mehetek oda, ahonnan most jöttem 98-ban, és még ezer dolgot lehet csinálni, oktatni lehet, egyetemekre visszamenni, itthon, külföldön. Tehát én azért bízom abban, hogy mondjam, szellemileg még azért van előttem jövő, és nem mindig arról kell beszélnem, hogy jaj, annak idején mit csináltam, ezt csináltam, azt csináltam. Az emberek akkor kezdenek lefelé menni, amikor a múltjukról beszélnek. És amikor azt mondják, hogy azért értenek valamihez nagyon jól, mert már 30 éve csinálják. Egy barátomtól származik ez a mondás, hogy az elhűlésnek az első fázisa az, mikor az ember azt kezdi el magyarázni, hogy valamit milyen régóta csinál. Nem azt kell mondani, hogy az ember milyen régóta csinál valamit, hanem azt kell mondani, hogy mit fog csinálni a következő 5 vagy 10 vagy 15 évben. És ez az én alapfilozófiám, hogy a jövővel kell foglalkozni, és mindig minden korszaknak meg lesz a maga érdekessége. Úgyhogy én azt szeretném elérni, ha már a kérdés ugye, erre irányul, hogy még hosszú ideig tudjak végezni értelmes és értékes szellemi tevékenységet. Köszönöm szépen, és sok sikert Köszönöm kívánok! Köszönöm szépen!